Mert ne csodálkozz azon, hogyha beadom a vallópert, és elvallom, és lesz egy új... Ki vagy? Ezt hallottam, hogy rátalmatta, kérem, hogy mennyi néz van meg. De ne haragudj, akkor miért nem én nézném meg? Akkor mennyi néz meg te? Be van zárva az ajtó? Bejönni magad. Sziasztok! Azt a minden! Emi, a szívinfarktust hozod rá! Miért nem nyitok ajtót, ha jövök? Hát egy személyi testőrnek nem nyitok ajtót, ha mindegy, lényegtelen a vagyunk. Figyelj, Győző! Szia! Szia, drága barátom! Hozzád jöttem legfőképpen. Nem aludtam, nem almodtam. Az asszony is tüzel, az egész energiámat rád kell, hogy fejtsem. Következő helyzet. Kitaláltam neked egy meglepetés programot. Hajjaj! Szeretek tőle meglepetéseket kapni gyerekkoromban. Sosem felejtem el, harmadik osztályban farsankor faragót kaptam tőle, illetve ceruzákot is. Nagyon meglepődtem. Akkor negyedik osztályban pedig elvitt engem fagyizni, és azt mondtam, hogy wow, hogy lehet ezt még fokozni tőle. Csak egyre kérlek, hogy ezt gyorsan zavarjuk le, mert nincs energiama. Azt mondja, és tüzel az asszonyot. Tüzel. Te Emil, ugye nem bordéba viszed? Hát Isten ugye, mencs! Ugye nem bordélyházba találtok el mindig? Hát jó bajarnak, mert bordélyházba, azt legalább tudom, hogy egy testőrű, hogy feltételezhet ilyet ő? Mert nem vagyok benne biztos, hogy egy normális programot mondjuk összetud úgy hozni, hogy abban ne legyen benne valami nő. Aminek Győző örülne, mondjuk. Ne találtam olyan dolgot van, hogy olyan helyre kerültök, ahol nem kéne Emily, nem mondjuk. De utána, jó pénzé minden infót megbeszélt. Halljam, akkor hadd létre, hadd is jó, jó pénzé minden infót megbeszélt. Emily, ne udvaroljam ma, menjünk ma! Na, csókolj meg, azt hagyd menjünk. Ne csókoljon ő meg engem! Most nem. Csókolgálj, hogy erőm. Mit csókolja? Belekerülne nekem egy millió forintom, vagy olyan nagyszerű vegem, annélkül ki nem merek mozdulni. Nem be, ha találok magamnak egy szép rakit, aki szeret, tiszta szívét. Gáspár Győző vagyok, szerető családot keresek. De ne a pénzemét keressenek! Aki eltűri a biztonságos életvitelemet, a smucik gondolataimat, és az ellentmondás nem tűrő ordításaimat. Köszönöm, tiszteletem. Ebből legyél ma! Ebből neked egy darab műcsaládot se lesz. Semmi nem lesz. Hozok külföldit, aki nem ismer. Most beszélgetek vele átból. Te akkor igen messzire kell elmenned. Akkor elmegyek, ma szélbusz. Nem én ezt most minek jövünk ide, de azért, szinten. Hogy felvidítsalak, egy kicsit meghozzam a kedvedet. Mindig erről beszélünk, mindig felhozod ezt a témát, hogy a suli, még hogy mik történtek. Hát legyen majd egy kicsit jobb kedved, ne legyen ennyi. Mondtam, hogy a dolgot azt rám bíztad, teljes rám tudod magad bízni? Hát abszolút, de nem aludtam, fáradt vagyok, rosszul bízol vagyok, bennem? Fulladozom. Meg fogom oldani, megmutatom neked a sulit, felelevenítsük a múltat. Még lehet, hogy főzök is neked valamit a konyhán, jó? Jó, de most ez nincs kedvem, ami muszáj ez? De muszáj, mert akkor így neked meg fog változni a hangulatod, az esztétika, a személyiséged, még teljesen jobban leszel, oké? Nekem nem jelentett az iskola semmit. Én akkor negyedik osztályos voltam, én akkor tudtam, hogy Michael Jackson leszek. Mi a francnak kell nekem iskolába járnom? Mikor már akkor az osztály közepe voltam? Emlékszel, mikor itt még kisgyerekek voltunk? Emlékszel erre a rakról, egy is a tiszta fej? Emlékszek. Jó, ez a nagy fejjel neki. Hát ezt minek tették ki táblóra, egy dicsa? De én emlékszek rá, Csarót mindig úgy kiabáltuk rá, hogy sérolájt. Ez is lopkodta tőled a zsömli? Hát lopkodta, sérolájt. Úgy hittük, hogy sérolájt, könnyű fej. Könnyű fej. Ja, én azt nem gondoltam volna, Emilio, hogy ekkora leszek. Na, jobb kedved van akkor, hogy ide elhoztalak egy kicsit, nem? Hát jobb kedvem. Gyerünk be osztályba. Akkor volt jó, mikor gyerekek voltunk, sokkal jobb volt, nem voltak gondok. Nem. Ha mi most jó-e? Mi nem jó, de jobban érzed ma magad. Tiszta pánikbeteg vagyok. Az éjszaka kétszer még akarták fullasztani. Két? Ha ki? Ki folytogat? Ha mit tudom én. Beja folytogatok? De adjad ma Bea, és mondtam neki, hogy jöjjön le, éjszaka aludjon velem, nincs tepele, fújja meg, táj még. E, itt a termünket, itt a termünket. Aha, ez az. Hú, de azt a mindent. Itt miután nem voltam itt? Üljünk ma le, ahol ültünk. Várjál ma. Itt ültünk-e? Mindig itt ültünk. Várjál ma, mert fest csörögnek. Gyerekek 88-ba várja, eljátsszuk? El, de nem itt ültünk. Itt ültünk. Én ezzel... ide tettem a táskát, de itt is loptad tőlem a ételt, valami őszintén. Ha loptam, hadd ne loptam volna. De akkor loptad sokszor, meg volt a halva éhen, nagyon sokszor. Hát marad a szegények után mind a bőn. Még akkor is jobban ki volt száradva, mint most. Hát de ti gazdagok utatoknak. Mi nem voltunk gazdagok, jómódúak, és az tört fel bennem emlékbe, és az, hogy úristen, miket műveltünk. Négy. Szorozva egyel. Győző, mennyi ez?
erre még képes vagy agyilag, nem? Mert olyan injekciót kapta, hogy most én kíváncsi vagyok arra, hogy még hogy működök a te agy tekervényei. Na? Négyszer egy mennyi? Négy, tanár úr. Négy? Igen. Szorozva 17-tel. Azt mondja, hogy kérem a krétát, tanár úr. 17 szorozva 4-en. 7x4 az 28, leírom a 8-at, maradt a 2. 1x4, 4, meg 2 az 6. Igen. Az 68, tanár úr. És nem felejtett, tudja. Gyere. Akarsz még egy kis pis levegőt szívni itt a iskola körül? Én még szeretnék, várja, igen. Várja, álljál még egy kicsit nekem, jobban itt nekem résen kell lenni, mert nehogy itt valaki... Ja, Emil, ki jön az iskolába? Hát, fog... Most mi van? Most nem képzel, azt hiszed képzelődök? Most te nézel engem bolondnak? Hát de itt ki fog megtámadni minket az iskolába? Hát de nekem vigyaznom kell rád. Na, hát gyerünk egy kört szívül, egy iciri-piciri friss levegőt még annyit engedélyezek, jó? Nehogy ráduguljon egy mókus, more, ide gyere majd. Hát more, na. Hát de jó van, majd nem fognak megtámadni. Hát mókus, ezt ráduglik, akkor megfúg. Dzsama, more. Na, gyerünk. Beszélj zöldeket, Istenem, mennyit. Emlékszem, mikor... Szaradva, miért nem vágjak valaki innen, ha mineket? Mikor itt sétáltam Beával, ezt meg sem mertem fogni a kezét neki, nem mertem neki elmondani, nem merted, hogy tetszik nekem. Mindig nekem mondtad, hogy én mondjak neki ilyen dolgokat, hogy most hogy van, hogy jó néz ki, meg ilyenek, hogy bejön neked, nem? Akkor kimentem az udvarra, eszembe jutott egy nagyon-nagyon rossz élményem, hogy kijött be egy pettyes ruhába, egy kis pettyes ruhába, és ott tette magát, és akkor Gáspár Győzőt lefikaszt elég komolyan, és nekem az nagyon maradandó élményt adott, hogy hatodik, ha szakad, én a tiéd, ő az enyém. Aj, ott a sarkon, mintha lett volna már valaki. Jó van, ma ne ijeszgessé ma! Nem, lehet, hogy én ezt egyedül nem is bírom győző. Hát de mit, Mare, iskolában vagyunk, ki az anyám fog meg... látok. Meg... Hát te ma nem rímeket ratsz, rímeket! Rímeket? Igen, rímeket. Lehet, hogy egy degenerált állat volt ott. Na, fejezd ma be! Istenem, el se hiszem. Még egy icili-pici kis levegőt szívja, hogy az agyad mozduljon vissza a régi kerékvágásba. Emlékszem, hogy jött le Béa itt pettyes ruhába, je? Itt jött le pettyes ruhába, je? Emlékszem, pettyes ruhába jött, azt tettem magad, mondom, szia Béa! Veled nem beszélek, te vagy az osztály legrosszabb tanulója, jó, mondom, mit csinálok veled, mondom, hova tegyelek? Hát megszereztem, nehezen. Evelin, mondok neked, de aj! Akkor is úgy végig azt mondtam. Emil, elmondok neked most egy titkot, senki nem tudja, egyedül Bea tudja csak meg te. Mikor nagyon pánikolok, meg depressziós vagyok, és éjszaka nem tudok aludni, én ide szoktam kijönni. Itt szoktam lenyugodni mamaéknál. De. Én nem hiszed el, pizsamába fogom magam, azt kijövök. Nem. És tényleg csúnya szó, de én szeretek ide kijönni, én itt nyugszom le. Van, aki ilyen, persze. Én egy miatt nem költöztem el innen, a temető miatt. Szeretek kimenni a nagymamámhoz. Annyira feltöltönnek, és annyira meghallgatnak. Oké, van egy feleségem. Van két gyerekem. De könyörgöm. Hát mind nem mondatom, mi fizetnem kell. Én szeretek kijönni, de szeretem megosztani a bánatomot. Ők meghallgatnak, nem úgy, mint a feleségem. Gyere majd, én abban a falban nem bízok, valami, nehogy valami rád ugorjon, mert itt az állatok is be lehetnek rád idomítva. Annyira rád vannak alba, hogy telsodott kébe. Emil, nyugi ma, ez ide, légy szíves, de légy szíves. De ez ma para. Nem para. Na, most már mondhatod. De Emil, ez ma para, mit mondhatod csinálsz? Most már nyugi, oké, nyugodjál még. Szeretek kijönni, de relaxálni, szeretek elmondani bánatomat, bajomat. Itt meghallgatják az embert. Hát... Otthon nem hallgatják meg. Nem. Otthon csak akkor hallgatják meg az embert, ha óránként fizetek a családomnak 100 000-et. Azt a mindenit. Akkor otthon beszélhetsz a kutyához is. Hát, jó mondod. Hogy is hívják a kutya? Bazsi. Bazsi. De miért, most... miért nem mondod el Bazsinak, ott szemtől fizetget? De ma most Bazsi jár iskolában. DJ lesz. Ezt nem mondod. Esküszöm, DJ iskolába adottak. Milyen nézlek, hogy ő lesz DJ Vacsics. Vacsics? Az lesz neki a neve. A DJ Tonka. Nem, Vacsics lesz, DJ Bacsics. Bacsics? Igen, ő fog DJ-zni. Nem hiszed, de tudod, milyen jó hagy? Hogy hallgassam, hogy öntött ki a szívedet a hát szerepeid. Mit tudom, én kijövök, azt akkor el szoktam mondani, hogy már egész nap rosszul voltam, depressziós voltam, tök jó az életem, megkaptam az élettől mindent, de valami hiányzik. Értem. Segítsenek nekem abban, hogy megtaláljam önmagamot, mert én egy roncs vagyok. Egy hát, degenerált, ahogy te mondtad. Én már említettem, nem végül is vagy te degenerált. Lehet, hogy szociopata vagy, de egy degenerált nem. Evelin, ma mindig Evelin. Emil, mi az, hogy szociopata? Te nem vagy normális, hogy szociopata. A szociopata, kérlek szépen, igen? Azt jelenti, én az testőrképzőn ezt velem
különösen megtanítottak, az képes mindenre. Azt mondta, nem számít. Néha téged olyan, de nem akarlak megsérteni, megbántani, távol áll tőlem, de néha ilyen, nem is találok olyan jelzőket, hogy hogy nyilvánítsak, de ebből azt akarom mondani, tehát, hogy univerzális vagyok, voltam a hentesed, most a testőröd, akarok majd lenni a pszichológusod is, mert ma a te gondolataidból én merítek, úgyhogy teljesen át akarok változni. Jó van, nem akarok egy mutáns lenni, mert te sokszor azt sokszor tőled meg vagyok őrülni. Emil, ne a temetőbe csináld azt, hogy ki... Emil, okay, nem, te nem leszel mutáns, kicsim, te a testőröm vagy. Várja, ma vedd ma, lenne fényképezzem valaki. Hát de ki fényképezne? Ne csinálja ma belőlem bolondot, na. Néha, rám jön. Na, akkor így letakarom magam, egy jó lesz. Be a képzeld el, hogy úgy feldobtam a Győzit, hogy mindent elfelejtett, egy szemrebben is. Na, és látom, hogy most már az arca is rendben van, a színe is rendben kérem van. Kérem a fehérje proteintúrmix szemet, hát most nem akarok légy most szíves, majd legközelebb, most nem. Puszi. Hagy mondjam még azt el, hogy a Győzi annyira bepánikolt még a suliba is sokszor, hogy nekem is rossz volt azt nézni, hogy mennyire bepánikolt. Főleg abban, amikor eljátszottuk a segítség fogdos, ugye? Ki segítség fogdos? Mi van? De az a, mindegy. Ezek voltak a sztori. Hol voltatok? Ebből a suliba. Suliba. Felelevenítettük a múltat, úgy néz. És jobban letettük? Persze, jobban. Hát azért annak örültem, hogy amikor már visszajöttek arról a nagyon meglepő partiról, vagy nem tudom, meglepetésről, akkor a Győző már nem feküdt, meg nem így nagyon el volt, hanem így szépen csak így leült, és akkor csömbbe volt. Még egyszer fel szeretném hozni azt, mert tudom, hogy már unod. No, ez a nem mindig, látom. Melyek, jössz van, megnézzük ki. Tessék, Emil. Most kicsit bepanikoltam. Bepanikoltam, elkapta a Győzőt, ezt a rohamon. Itt maradja! Gyere. Honnan jön ez a hang? Ki ez? Ki vagy? Tedd fel a szemüveget, Emil! Most gyerünk! Hát te most nem kérsz szemüveg, akkor nem látom, hogy ki az. Ki a franc vagy? Te kizoprim barom! Na honnan jönnek? Ki ez? Ma nem fé! Nincs a vízben, nincs senki, nincsenek benne búvar! Nem fész ma? Egyre jobban félek. Azt érzem, hogy ennek nem lesz jó vége. Nem fész? Mi folyik itt? Szaladok a! Mit történt már megint? Szaladtam, bekaptam oda! Bolond vagy? Szaladtam oda, ki a baltok? Mi folyik itt? Bolond vagy? Győző, mi folyik itt? Eltörte azt az edényt, amiben az arbat kapott! Mondtam ma, hogy... Bekaptam! Mondtam ma, hogy a testvéred az igazibú bolond, nem normál. De nem a harod! Hát imájod ma megint! Hát ma az ízegyekkel gambadok! Eltörtem azt, amit mama vett nekünk edényt! Azt hittem, hogy Afganisztánban vagyok a háború közepén. Mindjárt lenyomott a testőre. Se kép, se hang nem volt, csak azt vettem észre, hogy a lábamot össze-vissza csavargassak. Zsolti, innen ma te éve nem mész haza. Dobd ki! Haza! Fajtsd meg! Úgy, adjad, dicsa! Gyere, Emil, gyere, segítsd! Várja, majd ráugrok én! Ugorj rá! Ha megbolondult! Hát de most azt hittétek, hogy alasz van, valaki sorgja alaszba! Most jössz rá, te! Na ki van dobva, kabotod meg ki, fel milyen bőröd van? Ha mi bajod van, more? Ha nem én vagyok az! Ha more, ez a testvéred! Ha bolond? Lenyomtok a földre! Nem vagy normális! Ha mi bajotok van, te? Ha bezállak ide, ide teszlek be, te! Na, menj oda! Menjél be egy orhosszal oda! Gyere be, Di! Gyere be! Ide kell emeled egy orhosszalra! Na, befelé! Azen túl én parancsolok neked! Az jó! Menjél támadtok meg, te! Menjél ma haza! Testőr én vagyok, menjél haza! Hát te mit gondoltok? Menjél, Dicsa! Hát álljatok ma!